Sziasztok! Ebben a videósorozatban egy egyszerű faház háromdimenziós modellját fogjuk elkészíteni a SketchUp szoftver segítségével. Hogy el tudjuk képzelni, miről is van szó pontosan, a tervdokumentáció felső részébe belenagyítok, és itt láthatjuk a faházunk háromdimenziós látványképét. Tulajdonképpen ez az a modell, amelyet el szeretnénk készíteni a SketchUp szoftver segítségével. A dokumentáció további részei nézeteket mutatnak erről a háromdimenziós objektumról. Ezek közül az első és egyik legfontosabb nézet az alaprajz, ezzel fogunk a mai videóban főleg foglalkozni. Belenagyítok, hogy jobban lássuk a számokat. Ha jól megfigyeljük, akkor láthatjuk, hogy az alapegységek milliméterbe vannak megadva, azaz ez a faház egy 10x10 méteres négyzet alakú geometriai elemből van fölépítve. Abban az esetben, ha a SketchUp program alapmértékegysége méter, ne felejtsük átállítani a dimenziót milliméterre, hogy a terven látható számadatokkal tudjunk dolgozni. A alaprajzon a sárgával jelölt részek a főfalak. Ezeket fogjuk kiszerkeszteni ebben a videóban. A szürke rész a lábazat. És itt a jobb alsó sarokban látható az az alapterület, amin ugye az egész ház elterül, mondhatjuk, hogy az alapja a házunknak. Kezdjünk is bele a munkába. Itt vagyunk a SketchUp-ba, és mielőtt elkezdenénk a főbb geometriai méreteket fölvenni, egy picit alakítjuk át a modellteret, a papírmasé figurát kitöröljük, a Window menübe a modellinfónál a mértékegységeket méterről átállítjuk milliméterre, a kameránál válasszunk párhuzamos vetítést, és a Standard View közül a topot. Hiszen felülnézetbe fogunk dolgozni. Érdemes jól eltávolodni az origótól, mert egy viszonylag nagy geometriai elemet kell kiszerkesztenünk. Ezután menjünk a Rectangle Toolba, és vegyünk föl egy 10.000x10.000 mm széles négyzetet. Oké? Most egy picit a kelleténél jobban is eltávolodtam, de tulajdonképpen a mozgatás parancsal el tudjuk húzni az alaprajzot. Oké, ránagyítok. Jó? Itt van a fölülnézetünk. Mielőtt belekezdenénk a munkába, célszerű lemérni az oldalak szélességét a measure tape-el. Oké, endpoint 10.000, ez megvan. Jöjjön a következő oldal, 10.000, tehát nem mértünk el semmit. Sajnos olykor a SketchUp is pontatlan, ezért célszerű ellenőrizni a főbb méreteket. Oké. Azt tudjuk, hogy a falak vastagsága mindenhol 300 mm, ezért először a fő falakat kell kiszerkesztenünk. Ezt megtehetjük úgy, hogy a measure tape-el kimérjük a távolságokat, és majd fölül fogjuk őket húzni a vonal vagy a rectangle téglalap parancsal. A házunk alapterületét egy fal, egy észak-dél irányú fal, két része bontja. Ennek a megszerkesztésével kezdünk. Ez a fal belső élétől 5400 egységre helyezkedik el, majd ennek is 300 egység a szélessége. Rendben van. Most kialakítjuk ezt a helységet. Ennek a helységnek a fala ettől a vonaltól fölfele 3700 egységre helyezkedik el. Oké, falvastagság 300 mm.
Itt egy ajtónak a nyílása helyezkedik el, ezt kell még kiszerkesztenünk, ugye ettől a faltól befele 1800 mm-re, majd a nyílás következik, ami ugye megint csak 1800 mm, és ha mindent jól csináltunk, akkor innentől idáig megint csak 1800 mm-ünk van. Hogy ne kavarodjunk bele a sok szerkesztővonalba, a főbb falakat már rajzoljuk is meg a vonal parancssal, tehát én ezt fölül fogom rajzolni, hiszen itt már kialakult, hoppá, ezt visszavonom, hiszen itt már kialakultak a főbb geometriai méretek. Oké. Ide is eljöhetünk, ahogyan nézem a tervet, és még itt nem végeztünk. Ugye itt is elhelyezkedik egy ajtó, ki kell szerkesztenünk a helyét. Measure tape-pel, ugye ettől a felső értől lefele kell 4110-re húznunk egy vonalat, majd jön egy 900 mm-es ajtónyílás, és tulajdonképpen meg is vagyunk, most már ezt is be tudjuk rajzolni. Oké. Ops. Jó, eddig meg vagyunk. Ojaj, kicsit elforgattam. Szokás, nagy úr. Jó. Most itt veszünk föl egy falat, ami ugye ettől az értől lefele 3418 egységre helyezkedik el. 3418 egység. Azt mondja, hogy falvastagság következik innentől lefele 300, és föl kell mérnünk a ajtónak a helyét. És most ugrik a majom a vízbe, és itt is 1400-unk van, tehát nem mértünk el semmit. Fontos, hogy ellenőrizzük önmagunkat mindig, hogyha méret helyesen kell dolgoznunk, és a mérnöki munka során általában azért ez az alap. Oké. Mindjárt végzünk is a fő falak megrajzolásával. Tulajdonképpen meg is vagyunk. Én is mindig rátekintek a tervdokumentációra, hiszen fejből nem tudom a méreteket. De ha minden igaz, akkor most nem sokára végezni is fogunk. Oké. 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 Szuperszónikus, elvileg elkészültünk, látható, hogy felülnézetbe dolgoztunk, és a measure tape-pel a fölmért értékeket ugyancsak fölmértük a SketchUp világába, majd az így kapott segédvonalakat fölül digitalizáltuk. Tulajdonképpen a vonal vagy a téglalap parancsán. Itt most a Edit, Delete Guidelines, Guides, opció segítségével törlöm a segédvonalakat, a kamerát visszateszem perspektívikusra, valamint ugye az Orbit segítségével elforgatom a nézetet, hogy jobban lássuk, mit is csináltunk. Látható, hogy ezen a részen még van egy ér, amelyet ki kell törölnünk, ezt kivesszük az erézzel, és ebben a pillanatban az alapterületünk az elkészült. Nincsen más hátra, mint a push-pull tullal kihúzni a falakat. A falak magassága pedig 2800 mm, tehát push-pull, kiválasszuk a falakat, meghúzzuk fölfele, és beírjuk, hogy 2800. Oké. Most rajzolok egy kisebb térbeli testet, ezt is a push-pull-lal kihúzom,
Látható, hogy ez fehér színű, ez pedig szürke. Ez azért van, mert ha innen egy lapot kiveszek, akkor a SketchUp mutatja a színekkel, hogy mi van belül és mi van kívül. Itt nálunk most minden ugye belül van, ezért kijelölöm az egész objektumot, jobb klik és Reverse Faces opcióval megfordítom. A SketchUpon belül, amikor a modelleket készítjük, ez nem okoz problémát, de ha a 3D-s modellt kiexportáljuk, akkor komoly problémáink lehetnek más szoftverekbe, főleg ha valós látványtervet szeretnénk készíteni, hiszen a háromszög lapoknak van egy úgynevezett körüljárási iránya, amely alapján tudják a szoftverek eldönteni, hogy a felületi normális kifele vagy befele néz. Hogyha világos színű a modellünk, akkor ugye kifele néznek a normálisok, ez a lap külső oldala, ez néz felénk, ha pedig ilyen szürke színűek, akkor befele áll, tehát ez a hátlapja. Ezzel a információval nagyon sok algoritmus, főleg háromdimenziós algoritmus dolgozik, főleg, hogyha meg kell jeleníteni a valósághűen az objektumokat, tehát erre nagyon figyeljünk oda. Még ha a SketchUp-be ez nem is okoz különösebb problémát. Igazándiból a főbb méretek elkészültek, természetesen nem minden tökéletes még azért kukucskáljunk a ház alá. Itt megfigyelhető, hogy ugye ahogyan kihúztuk a falakat, itt nem egy térbeli test jött létre, hanem egy váz, be kéne még zárni a falakat, hogyha úgy szeretnénk. Ez nem lenne kötelező, de most mi mégis meg fogjuk ezt is csinálni, tehát egy kicsit elpörgetem a nézetet, hogy jobban lássuk, hogy hol is vagyunk, kijelölöm a lapokat, és akkor látszik, hogy szépen ugye az alapterület nincs meg, kitöröltem, rajzolok egy új rectangle-t, amivel befoltozom az egészet. Így, itt vagyunk, és látszik, hogy ha most ráklikkelek a lapra, akkor itt a falakon belül ott marad foltok, amivel ugye lezárjuk a falazatok alsó oldalait, és így szépen tulajdonképpen egy fal struktúrát hoztunk létre, és ezt a segéd egyenest, vagy ezt a két élt ki is tudjuk törölni. El is készült a fal. De miért is volt erre szükség? Mert ha például erre a háza tetőt szeretnénk szerkeszteni, akkor azt ugye sokféleképpen meg lehet tenni, vagy egy szintet, de ha csak így önmagába ráteszünk egy lapot, akkor összeolvadnak a lapok és az élek, tehát hogyha a move parancsa megfogok egy falat, nem mondjuk át akarom tervezni, akkor egyből megy vele sok minden más. Jó? Vagy ha duplán klikkelek, vagy triplán, akkor ugye nem csak ezt a lapot jelölöm ki, hanem az egész objektumot. Tehát ez így nem jó. Erre a problémára találták ki a csoportosítást, és mi most ezeket a falakat csoportosítani fogjuk. Jelöljük ki az összes objektumot a modelltérbe, hát ugye a fő falakat, jobb klik a kijelölésen, és még group. Innentől kezdve a falak egy csoportot alkotnak, és más entitások szerkesztésekor, létrehozásakor ezekhez már nem fog nyúlni a SketchUp, mert azt mondtuk neki, hogy öreg, ez így egy egység, és ezen belül lehet csak szerkeszteni, dupla klikkel belemegyünk, akkor látszik, hogy ilyen szaggatott, vagy hát ilyen pontozott bounding boxba helyezi a falazatot a SketchUp, és ezen belül tudunk szerkesztést végrehajtani, de ezen kívül nem. Jó? Ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és innen fogjuk folytatni a következő videót.